amikor felpillantasz rám. Tudod, hogy fáj, hogy váratlanul így nagy fájdalmat okoztál. Ne sírjál, kérlek, ne sírjál, mert ez nekem is nagyon fáj. Inkább nyújtsd most a kezed, érezd, hogy itt vagyok. Szívesen megdorgálnád, mégis mikor előtted áll, csak nézed, nem tudod, mit is mondjál. Ne sírjál, kérlek, ne sírjál, mert ez nekem is nagyon fáj. Inkább nyújtsd most a kezed, érezd, hogy itt vagyok. A meghívásunkat az óvodánk évzáró ünnepélyére. Nagyon örülök, hogy bánatban, örömben velünk voltak, és nagyon rövid leszek, mert ma sokat izgultunk az időjárás miatt, ráadásul most nagyon süt a gyerekeinkre a nap, de talán minden szónál többet ér, ha végignézünk a gyerekeken. Ennyi szép, okos, ügyes gyerekek sorba, azt gondolom, hogy mindenkinek tele a szíve örömmel ilyenkor. Én tényleg köszönöm, hogy hozzánk iratták a gyerekeiket. Évek óta, ahogy utánuk nézünk az iskolában, az igazgatónéni, a tanárnéni,
Mindenki azt mondja, hogy jól felkészült, okos ügyes gyerekek mennek tőlünk az iskolába. Én ennek rendkívül örülök, és egyben megköszönöm a kollégáknak, hogy ilyen lelkiismeretesen foglalkoznak a gyerekekkel. Én tiszta szívemből mondom, hogy mi arra szövetkeztünk, hogy a lehető legjobban lássuk el a gyerekeket. És jelentem önöknek, hogy ez az évek folyamán megvalósult. Ebben az évben is, és eddig is. A gyerekek is bizonyítottak, nem csak a kollégák. Most látható, hogy miből lesz a cserebogár, amikor idejöttek és csetlettek botlottak kis csoportosként, aztán középsősként már hosszabb verseket mondtak, és nagy csoportosként, amikor már pörögnek, forognak a színpadon. Én kérem, hogy nagy szeretettel és tisztelettel fogadják az ő műsorukat, mert ahogy délelőtt megnéztem a próbán, és végig gondoltam, hogy ilyen sok felnőtt néz minket, és ők próbálnak önfeletten tényleg örömmel táncolni, verselni, az óvónénik is velük táncolva, hát nem biztos, hogyha bárkit most kiszólítanék a szülők közül, ő ezt ugyanilyen önfeletten meg tudná tenni. Kérem, ezt is értékeljék. Szeretnék továbbá egy kis információt adni a mai napról. Ma minden csoport egy rövid műsorszámmal búcsúztatja a tanévet. Utána az óvodából iskolába elköszönő gyerekeink búcsúznak az óvodától, és az óvodások viszont az iskolába menőktől. És utána kitör a nyár. Kerti parti, kérem fogyasszanak, beszélgessenek az óvónénikkel, a kollégákkal és egymással is, mert lehet, hogy utoljára beszélgetünk itt, mert sokan másfele mennek iskolába. És szeretném felhívni a figyelmet a szombati programunkra, hogy szombaton nagyon nagy sárberki napok, amire minden kedves szülőt, érdeklődőt, családtagot és sárberekben lakót szeretettel várunk, hiszen nagyon készültünk rá. Az egészet a képviselő úr finanszírozta, mi pedig vállaltuk az iskolával és a bölcsödével közösen, hogy fellépünk, tehát a gyerekeink is szerepelni fognak. 2 órától kezdődik a program, addigra kérem, hogy legyenek itt a gyerekekkel. Minden program ingyenes, látják a plakátokon, szeretettel várunk mindenkit. A mai napnak még van egy különleges apropója, és nem véletlen hagytam a végére. Szeretném köszönteni a körünkben megjelent képviselő urat, aki az egész sárberki napot finanszírozza, és akit egész évben, hát pumpolunk, nem tudok szebb szót erre, mert valóban ezt tesszük, de azt mondta, hogy ő ezt örömmel teszi. Képviselő úr, köszönjük szépen a segítséget! És van még egy nagyon nagy bejelenteni valóm. A képviselő úrral itt volt a polgármester a minap, nem is először és nem is egyszer, és azt mondta, hogy nagyon nagy beruházás előtt áll az óvodánk, ugyanis tornatermet kapunk, igazi nagy tornatermet építenek, mindennel felszerelve, és a járda, és a nyílászárók, a tető, napkollektor és egyebek, minden megújul. Lehet, hogy ez egy kicsit kellemetlenséggel jár, hogy költözünk egyik csoportból a másikba, ide-oda, de azt gondolom megéri. Úgyhogy ez volt a hatalmas nagy hír, amit örömmel jelentek be, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm a bölcsöde vezetőasszonyt, mert nem mindegy, hogy a bölcsödéből, a város más óvodáiba, vagy a mi óvodánkba jönnek a gyerekek. És örömmel és tisztelettel jelentem be a 2 kolléganőnket Kárpátaljáról, Tisza Péter falváról, akik megtiszteltek bennünket és eljöttek az ünnepélyünkre. És miután holnap nemzetközi pedagógiai konferenciát tartunk az óvodánkba, még úton van 2 küldöttség, a németországi Allenből testvérvárosunkból és testvéróvodánkból,
valamint Erdélyből, Székelyudvarhelyről a testvér óvodánk. Mindenki hajnal óta utazik, úgyhogy bármelyik pillanatban megérkezhet. Utolsó tisztségem, hogy átadjam a szülőknek, azoknak a szülőknek az elismerő oklevelünket, ami lehet, hogy így nem nagy dolog, de nekünk rendkívül nagy dolog, amikor azon kívül, hogy ide járnak a gyerekek, ha virág kell, virágot hoznak, ha vigyázni kell, vigyáznak, ha segítség kell, akkor jönnek első szóra és segítenek. Mindenkinek köszönöm a munkáját, nekik különösen köszönöm a munkáját, hogy mindig mellettünk állnak és mindig segítenek. Kérem, hogy jöjjenek ki és vegyék át az oklevelüket, amit nagy szeretettel készítettük. Szeles Andrea. Györgyi László. Ferenci Tamara szülei. Neisinger Vanda. Szerezte a póni. Sejt Florina szülei. Izsáki Erzsébet. És Krisztina. Drobni Orsolya. Az anyuka inspirált a mézes kalács sütő versenyen, azóta megtanultam mézes kalácsot sütni. Hola Angéla. Pap Adrián. Kac Julianna. Marton Ildikó. Goldfinger Zsolt és Kovács Andrea. Fejlesztő, láttam. Uglovics Edit, Falusi Ilona, Kis Tiborné,
Kis Tiborné itt van-e körünkben? Azért fontos az ő neve. Ő nem szülő nálunk. De tessék elképzelni, hogy egyszer csak kopognak az irodában, és bejön egy hölgy, aki azt mondja, hogy nyugdíjba készül, felszámolja az irodáját, és rengeteg papír, dosszié, színes és fekete, mindenféle ceruza, vonalzó, régi mesekönyv és egyéb, és ahelyett, hogy kidobná, vagy másnak adná, így ismeretlenül is megkereste az óvodánkat, és nekünk ajándékozta, és ez akkora öröm volt számunkra, és meghívtuk őt az ünnepélyünkre, nem tudom, hogy jön-e, vagy nem jött, akkor majd a későbbiekben átadjuk, de az óvoda köszönetét mindenképpen tolmácsoljuk. Dobos Gyöngyösi Zsuzsanna, Csipak Attila, és Juhász Péter. Köszönöm szépen, akkor kezdődhet a műsor. Kedves vendégeink, kedves szülők, kedves Anna! Szeretnélek köszönteni a mai napon a Sárberti óvoda dolgozói és gyermekei nevében. Szeretném megköszönni az egész éves munkádat és kívánni nagyon jó egészséget neked. Szeretettel! És akkor kezdődjön a mulatság. Először is megkérem a középsőseket, akik verset mondanak, hogy jöjjenek ide a mikrofonhoz. Niki, gyere ide hozzám! Gyere, nézd csak! Ide hozzám! És akkor először a Méhecske csoport műsorát tekinthetjük meg. Thank you.
adjunk egy nagy tapsot a BHC csoportnak! A Katica csoport következik. Thank you.
mezőre, kiszaladok a mezőre, hol a vércsegerész, gyere lele, s odaíz. Kanyarodom jobbra-balra, felmászom a domboldalra, hol a párány legelész, gyere velem, s odaész. Keskenyedve bebújok a rengetegbe, hol a madár fütyörész, gyere velem, s odaész. Kicsi út, hova mész, kicsi út, hova mész? Kunkorodom erre-arra, lemegyek a patakpartra, hol a pásztor heverész, gyere velem, s odaész. Kapuk fű, kapuk szó, kirándulni volna jó. Fűzfa sípot falagni, fűzfa lovar lovazni, átkombok koránkkal, háton hátizsákkal, menni, mendegélni, este hazatérni. Csombirág, csombirág, aranysárga a virág. Kapuk fű, kapuk szó, kirándulni volna jó. Fűzfa sípot falagni, fűzfa lovar lovazni, átkombok koránkkal, fűzfa sípot faragni, fűzfa lóval lovazni, álkobokra ráltam, hátam hátizsákkal, menni, mendeg élni, este hazatérni. És következnek a sünisek. Nézz a fog tükörbe, a fénybe nézz és
la, sa-la-la-la-la, Rigó figyül én nekem. Pöttyös pöttyüle, jaj, ne törd össze, jól vigyázz. Pöttyös pöttyüle, akasszuk szögre az éjszakán. Fut a perc körbe-körbe, ne nézz a vak tükörbe, a fénybe nézz és meglátod magad. Pöttyös pöttyüle, jaj, ne törd. Nagyon ügyesek voltatok, köszönjük szépen! És a süni csoport után következzenek a vakondosok, és oltsák el nekünk ezt a hatalmas tüzet. Akkor most megkérem a Mati csoportot, hogy egy nagy karnevállal varázsoljanak el minket.
És végül, de nem utolsó sorban, a Dino csoport következik. Bocsánat, nem! Az elefántos csoport következik. Thank you.
kicsi falu végén folyik el a kanál is. Enyém leszel is angyalom, ha vágyna az anyám is. Cin-cin-cillálom, lebeteg a virágom. Cin-cin-cillálom, lebeteg a virágom. És akkor most már valójában a dínos csoport következik. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, és akkor most szeretnék kérni egy nagyon nagy tapsot a gyerekeknek. És megkérném az összes iskolába készülő gyermeket, hogy álljon fel. Aki pedig a verset mondja a mikrofonba, az legyen szíves idejönni. Legyetek nagyon ügyesek az iskolában, és most mindenki üljön vissza még egy picit a helyére.
majdnem hangos kiáltozásba kezdtem. Köszönöm szépen, gyerekek, nagyon-nagyon ügyesek voltatok, Ovo néniknek is, ti is nagyon ügyesek voltatok, Dadus néniknek. Köszönöm szépen, én azt gondolom, minden szülő büszke lehet a gyerekére, és én is nagyon-nagyon büszke vagyok rátok, gyerekek, nagyon ügyesek voltatok, és figyellek benneteket továbbra is az iskolában. Minden jót kívánok nektek, ballagjatok csak tovább, és legyetek ilyen jó gyerekek, aranyos gyerekek a szüleitek, tanáraitok örömére. Köszönöm szépen, és várok minden kedves szülőt, hogy fogyasszon, támogassa az óvodánkat, ne menjen haza senki, rögtön ott vagyunk az asztaloknál, kérem szépen, hogy jöjjenek. A szombati rendezvényünkről se feledkezzenek meg, paprikás krumpli főzőverseny még lehet nevezni a csapatoknak, várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen, és kitört a nyár a Sárberki óvodában! Peti bácsi, csinálj nekünk egy jó kis zenét!